Nos, akkor üdvözlök mindenkit! Ez az első önálló Minecraft bemutató videóm. Első videóm, első egyedi saját videómként egy mapot szeretnék nektek bemutatni, amelynek hát konkrét értelme nincsen, viszont szerintem eszméletlen jól néz ki. Ez pedig egy repülőtér és annak a bejárata, ahol azt hiszem már is találtam egy hibát. Nem tudom, mit keres itt láva. Malacok természetesen járkálnak az erdőbe, be vannak kapcsolva a mobok. A térképet egy Maxtremel vagy Mixtremel nevű játékos készítette. A letöltési linket megtaláljátok a videó alatt. És nem tudom igazából, nem találtam ki semmit, hogy miről szeretnék konkrétan beszélni. Úgyhogy random fogok valószínűleg dumálni, meg valamennyire érdekesen próbálom bemutatni, hogy mi hogy néz ki. Első nagy hiba, amit vétettem, az az, hogy nem a főbejáraton mentem be. Úgyhogy ezt most pótolom. Ahogy belépünk a reptérre, egy ellenőrző kaput találunk, meg oddal nem fog pittyegni. Milyen megérzéseim vannak. És nézzük, mit találunk itt. Ezek nem kemencék, csak sima blokkok, rajta egy pressure plate-tel. További ellenőrző kapu, kis világítás. Mi az a lila? Csomagok, illetve váróterem. Gyönyörű szép kis növények. Arra a lilára viszont én kíváncsi vagyok. Blue sky, kék-ég. Na, itt mi ez? Információ. Rainbow, szivárvány, hát fú, de ötletes tényleg. Erre mondjuk nem mondanám feltétlenül, hogy pont ide illik. Kettes terminál, 22-es kapu. Ha nem muszáj, akkor most nem fogok blokkokat lerombolni. Igazából csak körbe szeretnék egy kicsit nézni. Mi ez itt? 22-es kapu. Hogy ez egy repülő? Hát benne is vagyunk a repülőbe. Közben hallhatjátok, hogy gyapjú járkálok. Gondolom a készítők ezt a színezés miatt tették bele. Ez most egy kivételes eset. Csak hogy lássátok. Ez az a repülő. És nagyon vicces, hogy ez a két kis kapcsolcsokot magába elgondolom, semmit nem működtetnek. Bocsássátok meg, hogy éjszaka lesz, nézzétek el nekem. Single player-be játszok, időt most nem tudok állítani. Úgyhogy szerintem addigra le fogom állítani a felvételt, de ez nem biztos. Végül is semmi veszély nem leselkedik ránk, ha csak ez a két harcérpülő le nem nő minket. Ami hát sejtésem szerint nem fog megtörténni. Na, az a kifutóba egész jól néz ki. Ezt be kell vallani. Itt zombik járkálnak. A pályának itt van hivatalosan vége a dupla kerítés, amin a zombik simán besétáltak. Még persze egy színvel van. És egy malac és egy pók.
Megküzdjek valakivel? Most nem. Ez... tűzoltóság, ha jól látom. Igen, tűzoltó. Oké, okay, egész felismerhető. Nem is rossz. Egy pillanatot kérek, gondolkodok. Jó, megvan. Ez gondolom a tűzoltóság központja. Tetején egy... radarral, időjárás radarral. Sejtem én. Aha. Egész életű, ahhoz képest egy kis kockákból van csak kirakva az egész. Hát nem tudom, be lehet menni. Aha. Igen. Mondjuk nincsen semmi, hát miért is lenne. És valami történt a játékkal. Egy pillanat. Nos, itt is vagyok. Ezeket kikapcsolom. Most, hogy töltöttem be másodjára a játékot, feltűnt az, hogy 67 megabájtos mentése van. Ami hát azért szerintem elég nagy. Ahhoz képest, hogy az egész térkép nem túl nagy. Persze közben mind generálja a háttérbe automatikusan. De... nem tudom ide, de itt van egy egy helikopter. Nézzük, van-e benne kormány? Hát nincs. Akkor most nézzünk el a túlsó oldalára. Biztos én vagyok tájékozatlan, de ezt nem tudom micsoda. Igen, tűzoltók, ott a harci repülők is ott állnak. Vagy lehet az is csak a tűzoltóké. Ezt nem tudom... ja, hát ez egy repülő. Fel se tűnt. Ja, egy... teherszállító repülő, aminek... amiben egy hatalmas teherautóból pakolnak be. Hú, és itt van az ajtó. Mi van itt? Na, már csak az is megkúszok egy kart. Ez az. Nézzünk be, belsőjébe. Ú, mennyi áru. Biztos lopott. Egy crafting table és egy kemence. Nem hagytak itt semmit, nem? Svájciak egyik repülőgépe. Ez... fogjuk rá egy bosnyák, oké. Holland? Talán, azt hiszem holland. Nem, nem, nem francia, ez holland. Nem tudom igazából, hogy ez a repülőtér melyik országban szerepel ne. Mert erről nem találtam semmilyen információt. Itt pedig... valami már is el van rontva, ha ez egy svájci zászló lenne. Gyanítom. Na. Trázzák magukat a kis csontvázak. Szóval összefoglalva szerintem ez egy... egész szép map. Annak ellenére, hogy igazából haszna vehetetlen. Mert... még multiplayerezése sem alkalmas, hát mégis mit csinálnánk rajta, vagy mit csinálnak rajta többen. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Nézzétek meg a többi videóinkat is. És azért mondom, hogy videóinkat, ugyanis többségben co-op videókat csinálunk, ketten vagy hárman. De mindenki derül, ha megnézitek a többi videóinkat is. Sziasztok!